A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 027 000 forint. A pályázati programban az óvoda Iglice zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Galsi Nagy Andrea és Balajtiné Sütő Margit tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja: a zenei tehetségígéretek felkutatása, fejlesztése, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, azokhoz való kötődés elősegítése. A gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, dalokat, énekes játékokat, mondókákat. A népi kultúra iránti tisztelet a családok összetartó erejének hangsúlyozásával. A közös programok megélésével erősödjék identitástudatuk. A szabadidős és lazító programokon a gyermekek szüleikkel közösen megtapasztalhatták és átélhették a zene által nyújtott élményeket, megismerték a nemzeti kultúránkat és hagyományainkat. A magyar népi játékok az évszakok nyomvonalán haladva betekintést nyújtottak néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. Ezek összekapcsolása olyan közös élményszerzési lehetőséget teremtett, amely a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodott. Fejlesztették szociális érzékenységüket, az egymáshoz való alkalmazkodást, segítették az érzelmi ráhangolódást, identitástudatokat erősítették. A gyermekek aktív részvételükkel, változatos munkaformák alkalmazásával történt a témák feldolgozása. Fontos volt a komplexitás más művészeti területek ötvözésével, mint például zene, mozgás, képzőművészet, gyermektánc. A gyermekek erősségeit és fejlesztendő területeit mindig szem előtt tartottuk. A differenciálás lehetőséget adott, hogy önállóan megnyilvánuljanak, ötleteiket egymás között megosszák, ezáltal minden kisgyermek sikerélménye biztosított legyen. A projekt által megismerkedhettek városunk népi mestereivel, a tanyán élő emberekkel, betekintést nyerhettek városunk műemlék épületeibe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok a komplex feldolgozás részei voltak, a népi hangszerek, népi mozgásos játékok és azok megismertetése is. A választott zenei anyag, mely csak tiszta forrásból ered, a gyermekek zenei ízlésvilágát formálta. Fejlődött zenei képességük, átlagon felüli motivációs adottságuk és erősödött érzelmi gazdagságuk. A program zárásaként a szülőkkel közösen Mezőkövesdre kirándultunk, ahol megismertük a matyó népszokásokat, hagyományokat. A szülők lazító programra történő bevonása az értékközvetítést, népi kultúránk iránti szemléletformálást segítette.